Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit egynapos zengyakorlatunkon. Mondjuk el az OM-nám mantrát hétszer. Oh, szépen. Megköszönöm Marti Barna, a darna mester beszédét. Nagyon tanulságos, hogy az elmédre mikor hallgathatsz. Csepüljük szegény dualisztikus gondolkodógépünket, de nélküle azért nagyon hamar felkopna az állunk. Mikor hiheted el azt, amit gondolsz? És persze, Világos a válasz, hogy amikor a valósággal összhangban van. Mikor van a gondolkodásod összhangban a valósággal? Ha most hallottad, amit mondtam, és utána a csendet, akkor tiszta a tudatod. Minden jelenség érzékelését a tudat minősége határozza meg hogyha az elmédet helyesen használod, akkor tiszta a tudatod. Nem szennyezed be magad a saját gondolkodásoddal, érzelmeiddel, sőt nem hagyod, hogy mások a gondolataival és az érzelmeikkel ugye téged. Ha tiszta a tudatod, akkor az elméd jól szolgál, mert valahol már rájöttél, hogy nem a gondolkodás a legmagasabb rendű, de a gondolkodás szolgálhatja a legmagasabb rendűt nem az érzelmeid a legmagasabb rendűek, de az érzelmek szolgálhatnak valami magasabb rendűt, mint önmagad. Ha tiszta a tudat, akkor nagyon pontosan működik az elme. De hogyha az elme összetéveszti magát az önvalóval, akkor egy szörnyűséges uralom veszi kezdetét, ahol soha nincs béke, soha nincs nyugalom, soha nincs egyévvállás, nincs jelenlét, mert az elmének ezt a majomszerű működését ezt követjük. És ahhoz, hogy ez ne így legyen, az először le kell választódni az elme működéséről, ezt hívjuk az ember gondolkodás előtti tudatnak. Az a tudat, ami nem gondolkodik, és te, mint lény, nem tűnsz el. Az önképed az eltűnhet egy idő után ha jól csinálod, és nem rögtön állítod vissza a szokásaidat. De ahhoz, hogy magunkban lényeges változást hozzunk létre, ahhoz a karmánkkal való azonosulást teljes mértékben meg kell szüntetnünk. A nyugat nagyon szépen artikulálja a karmát, megmutatja a traumát, megmutatja az örömöt, a pszichének különböző jelenségeit így rétegesen és oszloposan, mátrixban, rácsosan, táblázatban, ahogy akarod. Ez lenne mondjuk az önismeret. De a kelet egyetlen egy dologra helyezte a hangsúlyt, az pedig a nem azonosulás, a nátman szanszkító, azért, hogy te tisztállás, tisztálást az elméd, a lelked további részei, illetve a tested működését. És hogyha nem azonosulás, nem ragaszkodás által te egy foltalan, tiszta tükörben látsz, előbb-utóbb az ok és okozat törvényét is észreveszed. A kelet nem nagyon foglalkozott a karma egyéni artikulálásával, ezért sem ott alakult ki a pszichoterápia így. Darma beszélgetések azok voltak csoportos is, négy szemközti is. Ez az, amit most például a konzultációs interjúként élsz át hosszabb elvonulásokon. De hogyha nincs meg az a tapasztalás, hogy a karmád minden egyes kvantumja teremtett, és a tudatunk által teremtett, akkor nem fogsz sohasem tisztán látni, nem fogsz sohasem irányító helyzetbe kerülni, nem mindig széttárod a karodat és magyarázkodsz. Panaszkodsz, kivetítesz, és azt hiszed, hogy rajtad nagyon kevés múlik. Mert te olyan kicsi vagy, meg szerencsétlen, és különben is sajnáljon engem a világ, mert, mert ilyen vagyok. Amíg ez van, addig nem tudod az utat járni. Addig nem haladsz. Ha kezedbe veszed a belső látással a karmádat, hogyha mersz ránézni, akkor ezáltal a látás által megszűnik az azonosulás előbb-utóbb, és pontosan annyit artikulálsz belőle, amennyit kell, annyit fogalmazol meg belőle, amennyit kell, és nem többet. Beszélni életeken keresztül lehet. Felébredni csak egyetlen pillanatban lehet. Egy idő után elég volt abból, hogy állandóan csak csűrjük, csavarjuk, magyarázzuk, elemezzük, újra magyarázzuk, újra elemezzük, és még mindig ugyanilyen rosszul vagyunk, mint két évvel ezelőtt. Tehát a nyugat önismerete az legjobb esetben is csak a 90 fokig viszel, és utána kell az az önmeghaladás, ami az éntelen tapasztalatig viszel, ez az egy évvállás tapasztalat, ez a 180 fok az körön ennek már csak egy pici cseppnyi birtokában a karma átalakítása és a személyiség újraépítése megkezdődhet, ez a 270 fok az enkörön. És 360 fok, amikor a hétköznapi élet újra normális számodra. Ez a világ egy élhető világ. Nem a világgal van a baj, ha baj van, hanem velünk, humanoidokkal, akik elnevezték magukat latinus sapiens sapiensnek, hát a bölcs bölcse ezek lennénk mi. Na, ha ez ügyben van kérdésetek, akkor szívesen válaszolok rá. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez létezik-e függetlenül tőlem, hogy én azt érzékelem, és ezt egy kimerem mondani, hogy, hogy, az emberiség, vagy legalábbis ez a kultúra ez süllyed egyre nagyobb tempóban, és hogy ez, ez, van egyébként, vagy ez csak én látom így? Ide születtél? Igen. Akkor együtt süllyedünk együtt gyakorlunk? Most már igen. Akkor együtt emelkedünk. Tehát, hogyha ragaszkodunk a körülöttünk lévő karmához, akkor mindig süllyedünk, legyen az középkor, római kor, görögkor, kor, egyiptomi, azelőtti, ezek mind jöttek és mentek. Mi legalább tudjuk, hogy ez így nem mehet tovább, és hamarosan elég komoly változásoknak kell bekövetkezni ahhoz, hogyha ezt bármi módon meg akarjuk újítani. A legfontosabb az, hogy ebben az egészben te milyen helyet foglalsz el. Hol van a helyed ebben az egészben a, az elkövetők és az áldozatok szélsőségeitől tartózkodva? Szunkszánzenmester nagyon keveset beszélt így a világról általában, mert te voltál a fontos, és te vagy a fontos, mint zen gyakorló. 92-ben saját fülemmel sikerült a beszédet hallgatni, amelyet párszor már idéztem, de nektek szerintem új lesz. 92-t írunk, 29 éve, ugye? És azt mondta, hogy hát a kommunizmus a világ nagy részéről eltűnt. Amíg az volt, addig a világ egy olyan almához hasonlított, amelynek az egyik fele zöld, a másik fele piros. Amikor eltűnt a kommunizmus, ugye a szabadság fénye teljes kerületén elkezdte világítani az almát, és akkor piros lát, ugye, hogy van. Igen, ám csak a pirosság mellé jött egy valami, hogy már csak egyetlen szaga volt, és ez a pénz ahogy ez megtörtént, azt mondja, elkezdenek azok a fekete pöttyök mutatkozni az almán, amelyek a nem szűnő konfliktusok és a megoldatlan válságoknak a rothadás foltjai. Ebből egyre több lesz, és hogyha körülnéztek, van is. És egy idő után az alma már annyira túlérett, és ezek a foltok annyira rohadtak, hogy nem marad fönt a fán, és leesik a földre. Szétcsattan, de ekkora magva kérettek. És most ö, egy olyan kommentárt fűznék ehhez, amely számodra az egészet élhetővé teszi. Ezért kérdeztem az elején, ugye látod, hogy ide születtél, és ugyanabban a hajóban nevezünk. Mert ha igen, akkor közös felelősségünk az, hogy a felszínes élet rothadó héját, az átlag rothadó húsát éljük, vagy pedig az eközben kifejlődő magvakét. És te már nem abban gondolkodsz, hogy most hogyan változtasd meg a veled szerződő fél mentalitását, hanem végrehajtod a szerződést, és végre is hajtatod, de ha nem bízol meg benne, akkor nem írod alá. Már nem a veled szemben ülőn akarsz változtatni, hanem magadon. És az már egy teljesen új korszaknak a magva lesz, mert ezt az egészet így, ahogy most van, nem tudjuk tovább vinni. Objektív és szubjektív határai vannak. Emberiség és föld egyszerre van bajban. Nincs másik bolygó, ahova mehetnénk. Ezt itt kell tudnunk megoldani. És innentől kezdve csak a mozdulatlan tudat tisztánlátásával, és egy magasabb szellemi szint elérésével tudunk változtatni ezen bármit. Úgyhogy a te dolgod, hogy ebben az egész alma rendszerben te mit teszel, milyen helyet foglalsz el. Ezért Szunkszánszony mindig az irányvételt hangsúlyozta. És egy kicsit kibontjuk, akkor motiváció, szándék, célképzet. Ez az irány milyen motivációt merítesz a múltból, milyen szándékod van a jelenben, és milyen célt szeretnél elérni a jövőben. Ezzel tudsz segíteni. Magadon és másokon egyaránt. Egyéb kérdés? Aggodalom van bennem, mint anya, a gyerekeim jövőjével kapcsolatban, hogy így akkor hogyan tekintsek erre az egészre? A gyermekeid hozzád születtek erre a földre, így van? Igen. Akkor itt és most dolguk van elsősorban anyukával és apukával, a családdal, a csoportjukkal és a társadalmukkal. Te ne aggódj a gyerekeid miatt, annak ellenére, hogy ő nekik sokkal több munkájuk lesz, mint a mostani generációnak. Nekünk azt kéne tenni, hogy minél kevesebb szemetet hagyjunk hátra nekik. Minél kevésbé kergessenek minket vasvillával a temetőn keresztül. Tehát nekünk a mi dolgunkat kell jól csinálni, és ebben benne van a gyerekek fölnevelése, de úgy kéne tekintenünk ezt a földet, amelyet nem a szüleinktől örököltünk, hanem amelyet a gyermekeinktől vettünk kölcsön. Tehát ők úgy döntöttek, hogy ide születnek, ebbe a korszakba, ebbe a társadalomba, ebbe a családba. Úgyhogy ez az ő karmájuk. És minden szeretetet, odafordulást, nevelést, segítséget meg kell, hogy kapjunk, de ne sajnáld őket. Mert az megakadályoz ezt az egész folyamatot. Nem sajnálni kell egymást, érezni kell egymást. Nem egymás feladatait kell átvállalni, segíteni kell megoldani a másikét és a magunkét. Oké? Okay? És innentől kezdve lást, hogy a gyerek miért született hozzád. A gyerekeidnek mi a dolga? Mi az útja? Mi a tehetsége? Mi a problémája? Ezeket kell a felszínre hozni, és olyanná nevelni őket, hogy meg tudják oldani. ezzel tudod segíteni őket, illetve azzal, hogy egy kicsikét jobb állapotú bolygót meg társadalmat hagyunk hátra, mert ez még azért a mi dolgunk, tehát egy pár évtized még van bennünk, senki se írja le magát, csak azért, mert gyereke született, hogy jaj, hát akkor én már nyugdíjaztam is, maga majd jön? Igen, jön, így szépen, ovi, isi, középsuli, egyetem, és akkor úgy kattan, hát egyetem előtt, vagy egyetemi korszak előtt, nagyon kevés ember jön rá, hogy itt valójában mi van. Általában a vágyaink szűrőjén keresztül látjuk az egészet, és a taszításaink szűrőjén keresztül tartjuk távol az egészet. Tehát addigra, hogy 24 éves korunk előtt nagyon nem látjuk, hogy mi van. Nagyon ritka, hogy valaki valami olyat mondjon, ami nem csak magáról szól. Csak a 24 és 28 között újra hogy e -e, ez nem az, aminek eddig látszott elkezdjük az első pofonokat kapni az élettől, azaz a saját karmán kivetített, visszatérő bumerángjaitól. És akkor egyre tovább látsz, és egyre jobban rájössz, hogy itt nem csak, hogy illúziók között éltem idáig, hanem hogyha nem vettem le ezeket az illúziókat, és nem találok rá az utamra, akkor olyan öncsalás lesz, hogy az valami hihetetlen. És ezért az elsődleges feladat a felébredés, és mások segítése a felébredés felé. Ezt egy családban meg lehet csinálni egészen addig, amíg a, az intim kapcsolatok tűrik. Tehát bizonyos tűréssel kell, hogy legyen az intim kapcsolatnak, ami a feltétel nélküli szeretet például. Nem tudsz úgy tanítani egy családtagot, mint egy tanítványt. És világos, hogy miért. Nem csak zent, angolt sem, autóvezetés sem, egyebet sem. Tehát bizonyos dolgokat át tudsz adni, de a gyerek nem lesz olyan, mint amilyennek szeretnéd. Tehát nem az álmaidnak a megvalósulása. Erről gondolom minden szülő lett egy idő után, mert kiderül, hogy egyáltalán nem így van, hogy gondoltad előre, vagy hogy vártad, vagy hogy remélted. Ez nincs így. Önálló karmával jön le, amely hozzád és a másik szülőpárhoz tartozik. Tehát segítsd és neveld a gyereket, de ne féltsd. Engedd, hogy tapasztaljon, de ha látod, hogy hibázna, akkor azt meg kell lóvni. És minél idősebb, annál jobban rájön, hogyha hibázik. Ha nem tudtad megóvni, ki kell javítani, hogy tanuljon belőle. Ez a, ez a föld egy elképesztően kemény hely. Tehát az okés okozat működése, az megfelelbezhetetlen. Nincs ez, egy időt kérek, most, most ezt ne játsszuk kicsikét. Macera. Szörnyűséges. Nincs pózgomb. Ez az egész megy 24 órán keresztül, az év 365,1 napjában 24 képkocka per másodperc, és nem tudod megállítani. Hát ebben az egészben kell valahogy a pillanat szilárdságát megtalálni. A tisztánlátás erényét fölhalmozni. És ezeket meg tudod adni neki, legalábbis el tudod a gyerekeket indítani elfelé. felé. Aztán majd mennek, amerre a szemük lát. Ha jól csináltad, visszajönnek hozzád önként, hálával. Ha rosszul, akkor csak immelámmal a piros betűs napokon. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Szülés-születés körül szertartás az ember létezik-e? Hát konszenzbószát érdemes énekelni szülőszobán belül és azon kívül. A szertartást egyébként anya és gyerek szolgáltatja órákon keresztül. Ismerem. Gondolom. De az együttérzés természetesen házi oltár, egyebek, azért az nagyon kell, de még ilyen nem volt. Tehát... És lehet? Ez a világ, ahová tart, akár még ez is lehetséges. De a szülőszobából darmatermet csinálni a szülés idejére sokkal természetesebb. Az otthon is szülőszoba. Az is lehet, hogyha úgy döntesz, természetes. És hát most már azért vannak olyan eléggé uh, szakértő kórházak, ahol teljesen az történik az orvosi uh, szakasszisztencia mellett, amit szeretnél. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet, de biztos, hogy az együttérzés mantra, van szembószál, az elkél, és utána minél hamarabb a gyereket érdemes megáldani, ez az áldással a tudattalanyában menjen tovább. Egyéb kérdés? Én nem vagyok egy gyakorlott meditáló, viszont itt most a meditációk során eszembe jutott a gyermekkorom, ahol nagyon sokszor jutottam olyan állapotban, mint ahogy itt nyitott szemmel, ahogy ültünk, meditáltunk, sőt, még a sétáló meditáció is eszembe jutott, hogy a kertbe sétálok. Egy bizonyos korig rendszeresen örömmel hoztam elő ezt a ö, állapotomat. É, igazából most ö, érzem azt, hogy lehet, hogy ez egy meditáció volt akkor már nekem. Annyi... Hát ezt át tudom érezni. Nekem alsó tagozatos koromban volt ez először, amikor az íróasztalomnál ültem, és néztem ki a második emeleti ablakból, a zepreskertre. Aztán ilyen bejött, és azt mondta, ne bambúi fiam. Igen. Hát Na, az most első nekem... meditációs élmény az kb. Mm -hmm. ilyen volt de amikor ugye elrévedsz, és nem gondolsz semmire, és csak úgy történnek Igen. a dolgok, az úgy tényleg az, az Ö... előszoba szőnyeg, tudod, még az ajtó nem, csak a szőnyege. Mm. Azon végig kell menni. Ö... Ez egy hosszú előszoba. Hiába hallottam anyukámat a konyhába, a beszélt, csatat, én teljesen ki tudtam zárni, és Nem zártad, Formát mert hallottam, hallottam. az más, amikor kizárod. Értem. De nem reagáltál. Nem reagáltam hát rá. A reaktív tudatot Igen. és a gondolkodó tudatot azt el tudtad Igen. engedni, a gondolkodó az a hatodik szint, a reaktív az a hetedik, és amikor emlékezés sincs, az a nyolcadik. Uh -huh. Ez a zeniránytűben, hogyha megnézed, a test és a lélek nyolc rétű tudatossága. Ez azért fontos, mert egyébként spontán rendelkezünk ezzel, hiszen ha nem lenne butha természetünk, nem is tudnánk egy ilyen állapotba bekerülni. tudod? De ezt elveszítjük, mert a gyerek fölnő. Na ez lett volna. És mivel a gyerek fölnő, ezért felnőttként ezt újra kell tapasztalnunk. Igen, ez lett volna a második kérdés, hogy elmúlt a nagy koromban, és nem tudtam többet előhozni. Igen, Hiába az szerettem. Más sokkal erősebb falakat épített közted és uh. a világ közé. Ezért a tudat tudatfolyam az teljesen elmegy a betonfödém alá. És éppen ezért például a Téraváda meditáció négy tagolásában az első, az a Sróta Ápanna, amelyik a folyamba lépett, és ez nem a Duna folyam, vagy a Tisza, hanem a tudat folyama. mikor először újra látod ezt, mert a gondolkodásod, az érzelmeid, az önképednek a kérge alatt, a tudattalanodban ez ott van. Ez ott van, és ez állandóan folyik, sőt, nyomja fölfelé az impulzusokat, és ez az, amit ugye a 20. század második felében a Bécsi iskola sok kitűnő terapeutája fölfedezett. Hogy bizony, van egy ilyen tudatfolyam több szinten, és vannak benne ezek az arhetipikus cápák. Halacskák, delfinek, bálnák, tehát ez az a sok-sok minden, amit előző életeinkből ott őrzünk az azonosulás csomóiként. Úgyhogy ha ezek ott megszűntek gyerekkorodból, akkor az azt jelenti, hogy felnőtt lettél, és elkezdtél nagyon önállóan, elkülönült személyként gondolkodni, érezni, tudod, hogy mit akarsz, és meg is csinálod, ez gyönyörű. Idő után körülnézel, és azt mondja, csak ennyi? Ennyi az egész? Azt, hogy a vágyaim egy részét megvalósítom, kis részét, az akaratom egy részét beteljesítem, és a többi pedig kuka, a lehetetlenségbe, az entrópiába bele, és egy idő után meghalunk. Ennyi? Vagy esetleg lehet valamivel több? És az ember a több az a kevesebb. Tehát úgy leszel több, hogy kevesebbet gondolkodsz, de amit gondolsz, az minőségi. Kevesebbet érzel, de amit érzel, az nagyon igaz. Kevesebbet teszel, de az beteljesül. Tehát a kevesebb itt az több, és a jelenségvilág az. Kezdettelen és végtelen. A Budha beszél erről. Kérdezték az univerzum eredetéről, és hallgatással válaszolt. Kérdezték az univerzum végéről, hallgatással válaszolt. Tehát a jelenségek kezdettelen és végtelen áramlásáról beszél, amelyben az inkarnációnk olyanok, mint a laposan kacsázó kő, amit így eldobnak. csik egy élet, csik még egy élet, még egy élet, még egy élet, oké? Okay? Úgyhogy. Légy gyermek újra, nem infantilis, de gyermek. Oké. Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy a, a harmadik szem megnyílása, és az azzal járó élmények, tapasztalások, milyen kapcsolatban lehetnek a zen tanításokkal? Van-e összefüggés, ez jó, nem jó? bár nincs jó és nem jó, bocsánat, rossz a kérdés is. Harmadik szem nélkül tett fel a kérdést. Ez jó. Na ez a pillanat, amikor nem tudtál semmit, na ez kell. Ez nagyon kell. Tehát az ennél nagyon-nagyon összhangban van az egész világ, itt ennek a kettő fizikai szemnek a tisztánlátásával törődünk elsősorban, ez már elég munka. Mi nem foglalkozunk egyéb ilyen tanokkal, hanem hogy most lásd tisztán, most haj tisztán. Ez van? Két szem, két fül. Nagyon jó. A tudat tükre, na az nem szem, az nem fül. Ebben a tükörben minden tükröződik, ennek nincs egy külön kitüntetett csakrája. Oké? Okay? Minden, ami a különböző energiaközpontokban történik a testben, a lélekben, ezek jelenségek, ezek jönnek és mennek. Nekünk nem ez kell, nekünk az kell, ami nem jön és nem megy, nem jelenség, nem név, nem forma. Ez egy agyamend dolog, ez teljesen eladhatatlan, én tudom. Egyéb kérdés? van két nagymamám, ugye korukból kifolyólag mindkettő beteges. Az egyik kell kapcsolatosan lenne a kérdésem. Ő az alapbetegségeihez hozzájött ilyen évekkel ezelőtt ilyen tudatosság vagy valahogy hasonlóan nevezhetik, hogy többet is ráképzel, mind, ami benne van, mert mint hogy súlyosabb bajokat képzel magának, mint ami, 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 ami ténylegesen van, és szereti így Sajnáltatni magát a környezetével, és hagyja, hogy kiszolgálják, és uh, éves? rájátszik. Uh, 79. Ne csodálkoz. De a kérdésem az lenne igazából, hogy a nadnéném ezt nem látja, aki vele él és gondozza, és nekem meg bűntudatom van, hogy nem tudom egyiket sem másikat sem meggyőzni, hogy, hogy itt a probléma, vagy megértetni velük, mi a probléma, és nem tudok elő időt ott tölteni vele, mert annyira feszélyez az, ami ott történik, engem az annyira negatívan lehúz, hogy napokig hatása alatt vagyok. Na most, ha bűntudatod van, akkor még mélyebbre húz. Hát az volt a kérdése, hogy hogyan tudnál ezen segíteni, a válasz az, hogy sehogy. Azon tudsz dolgozni, hogy téged ne húzzon le, neked ne legyen bűntudatod, a kettejük kapcsolata nem a tiéd, hiába vagytok egy család. Azt ők döntötték el, hogy ez nekik így jó és hogy a te szereped ott micsoda, azt te nagyon pontosan határozd meg, tólig, mi az, amit te csinálsz, mi az, amivel te segítesz, és onnantól kezdve ezt az egész karmát neved magadra. Segíts, amiben tudsz, de hogyha a bűntudatot tudtak passzívan vagy aktívan kelteni benned, ők nyertek, és te veszítettél. Ezt ne engedd meg magadnak. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? látva is tapasztalva ezt a szép szangát, ami itt összegyűlt, az lenne a kérésem, hogy mondaná pár szót, hogy hogy alakul meg egy szanga egy városba. Láttam, Nehezen. hogy, igen, hogy töb, több, helyen már létesült, Miskolcon még nem, is, hogy... Ó, volt ott te, csak eltűnt. Eltűnt. egy gyönyörű szangánk volt, és sajnos tényleg nem én hogy ez bárkinek a hibája lett volna személyesen, ez úgy alakult, hogy sajnos ott most nincs. És ez úgy létesül, hogy vannak ilyen nagyon lelkes emberek, akik határozott szándékkal a szemükben néznek rám, és darmát szeretnének, és akkor ez úgy működik, hogy akkor lesz egy beszéd, és akkor ezek a lelkes emberek engem utána meghívnak egy teára. És megbeszéljük, hogy hogyan megy egy ilyen csoport. Általában a heti egy találkozó és esti gyakorlat az nagyon szükséges. Lesz egy koordinátor per ügyvívőt. A magyar kultúrában nem szoktuk szeretni a címeket, a magunk kétse meg a mások kétse tehát minél kevesebb kinevezéssel igyekszem dolgozni, mert megijedt tőle. Tehát a budapesti zenközpont apátja mindig arról volt híres, hogy ő nem létezett, és az nem én voltam. Tehát amikor ez a projekt elkezdődött, és elkezdtünk itt építkezni, meg élni, meg egyebek, a Pesti Központnak mindig volt egy apátja, aki eltűnt. És nem az újságokban olvastál róla később, egyszerűen nem jelent meg, mert az apáti címét berakta a az lehúzta, és nem tudott átkelni a Dunán. Tehát nagyon érdekes, hogyha nem neveztem ki senkit, működött. Akkor mindenki tette a dolgát, mert tudta, hogy nem ő a főnök, és én meg a távol vagyok valahol. De ilyenkor a főnökség az nem hinném, hogy egy jó tudat, az, hogy miben tudunk segíteni, az egy jó tudat. És a helyi csoportok azok nagyon értékesek, nagyon fontosak, és a kapcsolattartás az az egyik, a közös gyakorlat a másik, és a közös szórakozás, munka, egymás segítése az a harmadik nagy doboz. Úgyhogy ez lehet, szükséges és hogyha valakinek erre van energiája és kedve, megkap minden segítséget, amit mi adhatunk. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? A kérdés Jaj. az az, hogy akik ragaszkodnak a számszárához. Van Te ilyen? Hol? Én ismerek sajnos. Hogy Te ha ragaszkodsz leírják, a szamszárához? Én nem. Te nem? Hát akkor mi a kérdés? Te jól De vagy. hogy, hát csak úgy elméletben. Elméletben ragaszkodsz a szamszárához? Nem, nem, hogy akik, tehát amikor leírják azt, aki ragaszkodik, aki a szamszárában él. Tehát a leírják. helytelen viselkedés, mondjuk te elmondod, hogy milyen ez. Én minősítem azokat, akik a szamszárához nem, ragaszkodnak? Nem, én minősítettem. Tőle? Te minősíted. Tehát nem én írom le, te írod le. De hogy ők örökké fognak? Az a kérdés. Tehát, hogy... Hogy Mindenki... az öröklét létezik-e? Szerinted erre van elméleti válasz? Már nincs, mert elmúlt. Tehát az elméleti válasz az úgy múlt el az öröklétről, hogy elfelejtettük. Mindenki. Az a fontos, hogy te mire emlékszel? Szamszáraként, meg nirvánaként, meg öröklétként, és húsdarálóként. A húsdarálóba beletesszük az összes olyan fogalmat, amiben abszolútként hiszünk, és a relativitás késével ledaráljuk, úgy, ahogy van. Nincs szamszára, felejtsd el. Teendőink vannak, megszületünk és meghalunk. Nirvána sincs. Vannak felébredettebb pillanatok, jó használód vagy sem, te dolgod. De ezek a magasröptű fogalmak nyugaton, ezek úgy vertek gyökeret az emberek elméjében, mint ilyen abszolút létezők. Tőlünk független létezők. És nem úgy, mint a tudatunk teremtménye. Ezek az egészet kigyomlálni úgy, ahogy van, és ledarálni a megkülönböztető bölcsesség éles késkészletével. Oké? Okay. És hogyha ez megy, akkor a megkülönböztető bölcsesség útján eljutsz a nem gondolkodásig, és akkor ez a megkülönböztető bölcsesség leáll, mert már betöltötte a feladatát. És a nem tudható tapasztalata a tiszta jelenlét tükre, az nem örök vagy mulandó, hanem az a pont, ahol az elme megszűnik az öröklétet és a múlandót tételezni. Megszűnnek ezek a fogalmak, mint abszolútok, és nyugi van. Ma a, a sutra, az amikor ez a keletkezés és megszűnés megszűnik, ez a nyugalom a boldogság. Jó, köszönöm. Szívesen. Mikor jön el az ideje a, a mantra gyakorlásnak? Mert néztem a videóidat, amikor most így a, a, ez alatt a tanfolyam előtt voltak azok az oktató videók, és ott, ott amikor a gati gati para gati volt is, volt. De jó esett hallani. Te. Igen. Mondjad meg. Hát én sírva fogadtam, és egyébként visszaemlékeztem arra, hogy amikor először a videóanyagokat hallgattam, így tőletek talán, idén tavasszal volt, akkor is ugyanennél tehát, hogy az valahogy engem nagyon megszólít, és annak ellenére, hogy én ezt a mantrát már hallottam, de ahogy, ahogy a, a videóban, meg ahogy tőled eh, hallottam, valahogy mást váltott ki. Tehát, hogy mikor jön el az ideje annak, hogy ezt lehessen gyakorolni, így, mint kezdő. Örömmel jelenthetem, hogy már eljött ez a pillanat a te életedben. És gyakorolhatod ezt a mantrát. Hogyha valami ilyen, ilyen intenzíven hat, akkor az, az javallotta -e azonnal. Tehát, hogy ez volt, de hogyha azt mondod, hogy eljött az idő, akkor én azt. Igen. Mert amellett, hogy ez intenzíven hat rád, egyenesen előre nézel mind a két szemeddel. Látsz engem és hallod, amit mondok, sőt, meg is érted, föl is dolgozod és használod is. Ez azt jelenti, hogy az ép elmédnek a mantra megfelelő további tisztaságot fogadni És ez csak viccesen hangzik, de nagyon nem vicc. Van olyan ember, akinek nem szabad mantra praxist adni, mert úgy szétcsapja az összes csavart, hogy hihetetlen. Javaslom még a leboruló praxist mellé, kicsikét ez a mikrokozmikus energia, ez úgy izmosodjon, tisztuljon, ez az egyik. A másik pedig azért hat rád mélyen, mert a lelked szomjas volt erre. Látod, ahogy a madármama eteti a fiókákat? Tehát a nőstény így hazahoz ezeket a hihetetlen kukacokat, lepkéket, és egyéb ilyen zsákmányt ott a csőrében. Ez egy kész csoda, hogy azt hogyan tudja egyensúlyozni repülés közben. Nem ejti ki, és nem nyeli le. Figyeled? Hihetetlen. És a fiókák pont azt, tehát így nézi, na ő neki, és a kis gilisztát odaadja. Na, ez pont ilyen, hogy az a giliszta annak a fiókának kell. Ez a mantra neked kell. A teleked erre volt éppen éhes és szomjas. És azért marad meg, műszóval tapadásként, mert a mantra az aktiválja a lélek öntisztító képességét. Nem csak a mantra, de a mantra is, az nagyon erősen. Nézd meg, hogy miért vannak minden kultúrában szinte az összes érzelemre kitalálva dalok és énekek. Ebből a szempontból nagyon szerencsés, hogy magyar kultúrába születtünk, olyan népdal kincsünk van, ami még él. Számos ország és számos kultúra van úgy, hogy vagy nincs népdala, vagy volt, és ott van a könyvtárba kottástól, és már nem énekli senki. Nálunk még van? Hát ezek azok a természetes mantrák, dallamok, megélések, amelyek az érzelmeket segítenek tisztítani. És ez az öntisztulás, ez elmehet a felébredésig. Na, ehhez egy transzcendens mantra jó. Mert hogyha csak azt recitálod, hogy szereti a Tika medyet, ugye? Akkor abból egy nagyon szép ugye népdal csokor lesz, nem beszélve arról, amikor Kossuth lova megérdemli a zabot. Másik népdal kincs kezdete. De a lényeg az, hogy a transzcendens tartalmú mantra, az mindig a felébredés felé visz. Tehát egy mantrának három dolga van, ezt hallhattátok, de érdemes még egyszer egy kicsikét hallani. Az egyik, hogy jelentéssel bír, és a hitrendszeredben egy ilyen transzcendens tapasztalatot hoz létre, ez olyan, mint a ponthegesztés. Aztán a folyamatos gyakorlata a végigvarod, hogy ez a mantra éveken keresztül szóljon benned, mint egy ilyen spirituális orgona pont, referencia pont, hogyha bármiféle gubanc van, és valami szamszárikus karma rád telepszik, akkor a mantrádal az gyorsan elhessen, tehát feloldod, ledarálod, ugye, ahogy van. És ezen tapasztalat egy hitrendszer alapköve. A hitrendszerből értékrend lesz, és az értékrendből életrend lesz, hogyha az életrendeddel probléma van, akkor az értékrenddel is, és ha nincs értékrend, vagy hiányos, vagy rosszul működik, akkor a hitrendszer nincs sehol. Oké? Okay? És mantra ez egy nagyon világos, gyönyörű, orgonapontszerű, transzcendens jelenlét. És a jelentés előbb-utóbb a te belső lelki totemoszlopodnak a csúcsára kerül. Ezért nem mindegy, mit recitálsz. Igen, a második funkció az, hogy gondolkodás elé visszaviszi a tudatot, és így segít mentesülni a saját elméd bohó, vagy kártékony, vagy nagyon ártalmas hatásaitól. Igen, ez rendben van. De a jelentése is nagyon fontos. És a harmadik az, hogy a jel és a zaj megkülönböztetését. Egy iszonyatosan bonyolult helyzetben tízezer ember beszél hozzád egyszerre, tízezer dolgot kéne tenned egyszerre, és akkor bekapcsolod a mantrát, és az egészet úgy, ahogy van, kihajítja. Megszűnik az entrópia, a széttagoltság, és egy olyan egyhegyűség, világos jelenlét jön létre, amely nem szűk. egy tág, tiszta tér, de egy nagyon koncentrált, világos jelenlét. Nem olyan, mint az ökölbeszorított kéz, hanem olyan, mint a rendíthetetlen nyitott tenyér, nyitott kéz. Nagyon más. Úgyhogy, mantrász boldogan. Még ezzel kapcsolatban az, hogy amikor a, amikor a mantrát használom, akkor ugyanúgy a, a tantien és a mantra két fókuszpontom gyakorlatilag. A tantienre ráültetted a mantrát, Ráültetem. mint kavicsot a sziklára és ezzel segíted az elmét teljesen kikapcsolódni, mert az elménk az olyan, de olyan okos, ügyes, mint a legkisebb ugrifüles. Tehát a mantrára visszhangot gyárt, képanyagot szerkeszt hozzá, paralel mantra csatornát nyit, a távirányítóval még egy kicsikét a buthákat ott a képernyőn rendezgeti, hihetetlen mikre vagyunk képesek, és itt az egyszerűbb, az jobb, az tisztább, hogy csak mantráz. Ne képzeljétek hozzá semmit, de ugye unalmadban, amikor már a harmadik hónapban ottan a 90 napos alatt tolod, akkor már hidd el, hogy a tudat bőtje nagyon sok mindenre képessé teszi az elmédet, csak azért, hogy szórakoztasd magadat. Semmi más transzcendens tapasztalások igényével jönnek felém süldő zengyakorlók, és kiderül, hogy az elmélyük pótcselekvését hitték hatalmas elérésnek. És ez rendben van. Mert én azért vagyok, hogy csalódást keltsek. Szerintem sikerült. Egyéb kérdés? Milyen jó, eljövök ide. Természetes közege a gyakorlásnak. Nincs itt ez a sok pörgés, hallelúja. Leülök, és gondolatok, marhaságok, fölösleges dolgok tömkelege robban rám, olyan, mint hogyha eljöttem Kiderülj, ide, mi ezek mind nincsenek. Ugye? Üres, és akkor most aztán lehet jönni mindenféle marhaságok. Igen, ám, Hát az összes visszhangját, meg salakját, annak a pörgésnek idehoztad. És mit csináljak vele? Ürítsed ki! Hét hektár, szórd el! mentális komposztálás, oké? Tehát a karmádat vitt ki a kertbe, és ásd el nyugodtan, és ne vidd haza, hát azért vagy itt, hogy ezt kiürítsed. És még nem is köbméterre mérjük, mert hidd el, nagyon drága lenne. Úgyhogy nagyon világos az, hogy mit hozol ide, annak a pörgésnek az összes motorzaja, az összes részecskéje a szűrőben. Minden salakanyag itt van. Ide tényleg azért jövünk, hogy nagy szervíz. Nagy elvonulás, nagy szervíz. Kis elvonulás, kis szervíz. No elvonulás, no szervíz, na az baj. Az baj. Régen Koreában, amikor láttuk, hogy a templomok hogy működnek, ez döbbenetes, azt mondtuk, kis templom, kis probléma. Nagy templom, nagy probléma. De ha nincs templom, az a legnagyobb probléma. Itt, tessék. Az a kérdésem, hogy... Hogyha nagyon szeretek mantrákat hallgatni is, nem csak gyakorolni, és nagyon mélyen hatnak, hatnak uh -huh. rám, akkor ez nem csak egy önállítás, hogy Hogy is. enni? Mindenfajta módon. Ez meglep. Általában úgy szoktunk enni, hogy mi használjuk az evőeszközt, és befektetjük azt a munkát, hogy elvágjuk, szeleteljük azt, amit kell, kanalazzuk, amit kell, és felszúrjuk a világ hegyére, ami arra való, ugye? Így van. Na most, hogyha valaki itt egy a szánkba akarná tolni, akkor egy idő után ez kicsikét macera lenne, tehát tessék szíves, erőt kifejteni a mantrához, nyugodtan hallgathatod, de ne csövön tápláltasd magadat mantra ügyben, tessék, dolgozni, és akkor az elme önálló lesz. Mert hogyha csak csövön, ugye, a tube csövén hallgatod az egészet, akkor az történik, hogy amikor a csövet kiveszik a fületből, akkor az elméd ugyanolyan önállótlan, mint az előtt volt. Az, hogy a mantra egy szellemi önállóság alapköve, ez az értékrendnek a része. De bárhol... Mindenféle csőhálózattól függetlenül, médiától függetlenül, te tudsz mantrázni, mert megtanultad, mert ez a lelked élő valósága. Úgyhogy hallgass nyugodtan, de azért tudjad is, és csináld is. Döbbenetes tapasztalás, hogy amíg csak utas vagy egy autóban, addig nem jegyzed meg, hogy merre mész. Ez így van. És amikor van. hirtelen vezetőként a navigációs szoftvert így, csk, így kinyomod, ismeretlen területen, nem amikor az ismert hálózatban vezetsz, akkor rájössz, hogy elfelejtettél tájékozódni. Mert a navi az utassá fokoz le, utas vagy a saját autódban. Ha meg tényleg utas vagy, mert valaki más vezet, akkor meg csak a tájat figyeled, hogy merre mész, az nincs. Óriási a különbség. Tehát, hogyha nincs meg önállóan a mantra a lélekben, és napi gyakorlattal nincs felfrissítve, eltűnik ez az orgona pont, ez az állandó frekvencia, amit menedéknek, tudati menedéknek lehet mondani. Tehát, amikor te sokkos állapotban óhajtasz kerülni egy nanoszekundum alatt, meg kinyitottál egy levelet, vagy felvettél egy telefont, nincs idő a YouTube-ot bekapcsolni, és úristen, úristen, hol van a kedvenc mantra? Most jó. No, ez alatt már háromszor vérzést kaptál. Tehát legyél szíves önállóan tudni a mantrát, utána nyugodtan csövelhet beléd, amit akarsz. Egyéb kérdés. A nyelvnek nincs semmi jelentősége? Van ízlelni. Tehát a nyelv az ízlelni szokott, és étkezéskor nagyon használjuk. Beszédkor is. Az artikulációs bázisunk része. De hogy milyen nyelven hangzik el a mantra, az ényegtelen. Az fontos, hogy a jelentését tudjad, mert éhes intellektus szemantikával álmodik. De tudni akarja a jelent. Addig turkál a kis kíváncsi orrával, amíg a jelentését meg nem tapasztalja. Én is így csináltam, én is kiturkáltam, és utána rájöttem, hogy teljesen mindegy. Ugyanoda ment a mantra, és ugyanonnan jött. Ugyanazt csinálta. De végre az intellektus azt tudta, sőt, elmondhatta, hogy tudja. Hát ez nagyon jó. További jó étvágyat kívánok. Utolsó kérdés. Amikor azt mondtad, hogy a megkülönböztető tudatosság éleskésé ledarálnia a bármit is. Láttam, hogy ledobta a Szijet, Igen. akkor a vegetáriánus motor teljesen mondja. És, és akkor ez már nem ítélkezés? Nem. Az ítélkezést is ledaráljuk. Hm. Eddig kedves voltál, most mi lesz? Ez, ezt nem értem. Én se, de ledarálom ezt is, hogy nem értem. Ez egy kicsit, ez ezen vagyok itt elgondolkozva, hogy... hogy Ezt a gondolkodást is daráld le, és akkor meg közelít. Hát akkor ennyi. Ennyi? Ügyes vagy, hamar sikerült. Köszönöm. Nagyon jó. Na, utolsó utáni, akiben még szorult bármi? Az elfogadásról szeretnék kérdezni. Elfogadlak. Van még? Lenne. Mondja. Ilyen. Egy olyan személy, aki él... És az édesapámnak hívom, és nagyon nehéz őt elfogadnom. Ö, és ez hogyan tudok ezen segíteni, hogy elfogadóbb legyek, és ezáltal szeretetteljesebb közeget teremtsek otthon? Ki az, aki téged százszázalékosan elfogad? Nem tudom. Nincs ilyen. Az anyai szeretet az feltétel nélküli, de az anyák pontosan bekészítik azokat a nevelő célzatuk is szurikat, hogy amikor téged föl kell ébreszteni valamiből, akkor az meglegyen, mert éppen az a pont benned nem elfogadható. Ez a feltétel nélküli szeretet gyönyörűséges terében megvalósul. Apád ugyanez, ő se fogad el téged száz sőt, még kevésbé, mint anyád, és akkor ő nagyon meg akar nevelni, hogy pont, pont, pont. Tehát te, mint fiú, nem fogod 100%-ig a szüleid karmáját elfogadni. A személyüket szereted, ez teljesen normális, szükséges, de a karmájukat nem fogod elfogadni 100 -ig. És akkor belül, itt jön a nagy belső alkímia, Szétválasztod azt, amit apádból elfogadsz, és amit nem fogadsz el. Ha a kettőt kevered, akkor az egész megoldhatatlanná válik, hogy szeretni akarom apámat, de... És akkor el lehetetlenül az egész, mert apám ilyen, 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 meg ilyen. Tehát úgy szeretem apámat, hogy ezt elfogadom belőle, azt meg nem. Ezt követem, mert gyönyörű példát adott, hurrá, hogy hozzá születtem, hálás vagyok, az pedig az életbe sem, mert az a zaj, az a salak, az, ami én nem leszek, amit én nem követek belőle. És az az érdekes, hogy az egyik nincs meg a másik nélkül. Ez a két komponens feltételezi egymást. Ez olyan, mint az üres körben a két úszó halacska, a yin halacska, meg a jank halacska pöttyel ellenkező színben. Hát mind a kettőt tudni kell az üres kört, wu qi, és az ellentétek áramlását az ürességben, tai Oké? Okay? Nagyon fontos, hogy ha ezt te megteszed belül, akkor nősz föl. Akkor az apád karmája már nem fog rajtad. Viszont látod azt, hogy mi az, amit elfogadsz belőle, és mi az, amit nem. És így szereted. Megértettem, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Remélem, hogy mindannyian járjuk a felébredés útját, és a felébredés nagyon-nagyon jó táptalaja annak, hogy a megkülönböztető bölcsességedet gyakorold. Azért, hogy az együttérzésed ne legyen gyengeség. Azért, hogy a bölcsességed ne legyen puszta gondolkodás. Hogy a cselekvést soha se akart behelyettesíteni a gondolatok helyére, és fordítva a beszédet ne akard a cselekedettel szépen maszkírozni. Kívánom azt, hogy minél többet gyakoroljunk együtt, és ugye ez az zenkóstoló számotokra további gyakorlat alapjává váljék. Köszönöm, hogy eljöttetek, és várunk mindenkit vissza szeretettel egy következő gyakorlaton. Köszönöm a figyelmet.